Milliók látogatják a megújult Városligetet. Majdnem minden héten kétszer-háromszor kijövünk ide. Mi Újpestről jövünk ide, és kimondottan ez a Városliget miatt jöttünk, meg a játszótér miatt. Az idei nyár rekord volt a Városligetben. 2 millió látogatója volt a parknak és a különleges épületeknek. A Városliget tervezőinek rettentő sok lájkot küldött, de tényleg nagyon-nagyon oda vagyok érte. A baloldal által hergelt civil szervezetek korábban azzal riogattak, hogy kevesebb lesz a zöld felület a ligetben. Volt, aki fához láncolta magát, hogy megvédje azokat. Most már látjuk, jóval nagyobb zöld felületet kaptak vissza a budapestiek. Tetszik az, hogy a zöldövezet nem lett károsítva. Én úgy érzem, nagyon jó a levegő, jobb, mint volt. Végiglátogattuk az új Városliget ikonikus intézményeit és tereit. A Magyar Zeneháza például idén nyáron 400 000 vendéget fogadott. Szép, tiszta, szépek a múzeumok. Most jövünk a Zeneházból, hát ez egy csodálatos élmény. Csak a dicséret, akik ezt kitalálták, létrehozták, megalkották. Lehet focizni, kosarazni, futni és bicajozni is. A játszótér pedig rengeteg családnak nyújt kikapcsolódást. A játszótér a kicsinek nagyon tetszik, legalábbis az új nagy játszótér, azt gondolom, ez nagyon jó lett. Szerintem tök jó. Neked mi a kedvenced a Városligetben? Írd meg kommentben!